Kilátástalan azoknak a helyzete, akik idősek otthonába vagy szociális otthonba szeretnének bejutni, 34 ezeren várnak erre. Tavaly mindössze 153 embernek sikerült a felvétel az idősek otthonába. A KSH adatai szerint közben egy év alatt 4000-rel nőtt a férőhelyre várók száma, és nehezíti a helyzetet az is, hogy 500 emberrel kevesebbet láttak el a pszichiátriai, fogyatékos és szenvedélybetegek otthonaiban. Mindenhol egyből mondták minden otthonban, hogy minimum az egy év, és akkor ugye vannak fontossági sorrendek. Kovács Kitti másfél éve vár arra, hogy Zalaegerszegen élő 67 éves Parkinson-kóros édesapja helyet kapjon egy budapesti idős otthonban, a családjához közel. Kitti édesapja azonban csak az egyike annak a közel 26 ezer idős embernek, akik a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság adatai szerint idős otthoni helyre várnak. Mellettük közel 2500-an szeretnének bekerülni időskorúak gondozóházaiba, több mint 2200-an pedig pszichiátriai betegek otthonában. Eljön az a pont, amikor ő egyedül nem tud élni. Tehát, hogy muszáj, hogy 24 órás felügyelet legyen. Akár segíteni öltözködésbe, evésbe, vagy bármi ilyesmi. Tehát igazából nem is az, hogy jobb lesz neki, hanem hogy kell. A legtöbben a fővárosban és Győr-Moson-Sopron megyében várnak arra, hogy bejussanak egy idős otthonba, de a várakozók száma Borsod megyében is meghaladja a 2000-et, Pest megyében pedig 2600-an reménykednek férőhelyben. Én azt tapasztalom, hogy az összes várakozónak közel fele soha nem kerül be ilyen intézménybe, mert addigra meghal. Az MSZP szakpolitikusa azt mondja, a következő 8-10 évben a férőhelyekért zajló harc jelenti majd a legnagyobb kihívást a szociális ellátásban, ugyanis a legnagyobb létszámú korosztály, a ratkó gyerekek most érkeznek a nyugellátásba. Kóros Lajos szerint a legkiszolgáltatottabb és legnehezebb helyzetbe mégis azok kerülnek majd, akiknek a gyerekeik külföldre költöztek. Mert ott még a családi segítésem lesz meg. Tehát azzal nem lehet mindent elintézni, hogy a gyerekek majd utalnak haza valamennyi kis pénzt. Mert ideig óráig biztosan csak ugye az emberek egy jelentős része komoly ellátásra fog szorulni, és ezt az ellátást csak kizárólag pénzzel megvásárolni nem lehet. Kóros Lajos szerint ráadásul közel 27 ezer idős, ám kórházi kezelést nem igénylő ember fekszik az egészségügyi intézmények krónikus ágyain azért, mert egyszerűen számukra nincs máshol hely. Az EMMI kérdésünkre azt közölte, míg 2010-ben 54.500 idős ember számára kínáltak elhelyezést az idős otthonok, 2018-ra ez a szám több, mint 58.500-ra növekedett.